A nyelv folyamatosan változik, ám nem minden esetben fejlődik, vélik a nyelvészek. Minya Károly és Balázs Géza tandem előadásán az is elhangzott, a kommunikáció forradalmai közé sorolják a beszéd, majd az írás megjelenését, a könyvnyomtatást, a médiatér hódítását és végül a digitalizációt. Előadásuk címe a Nyelvművelés 3.0 lett. Mint minden szakmának megvan a digitális változata, ugye a nyelvművelésnek is. Volt egy egyes, ez volt a hagyományos, volt egy kettes, ez volt a hagyományos megújító, én úgy mondom, hogy nyelvstratégia, most pedig a digitális térben megjelenő nyelvművelési kísérletek, próbálkozások és hát hasznos cselekedetek, ez a nyelvművelés 3.0. Az elmúlt években a mobiltelefonok, a számítógép és internet használatával egyre nagyobb teret kap a másodlagos írásbeliség. Ez a forma és korszak azonban nem csak a nyelvet változtatja, hanem valószínűleg a kultúrát is, hangzott el az előadáson. Létrejön a szlenges írásmód, lerövidülnek a szavak, ezeket elsősorban a fiatalok használják, ezért szólt elsősorban nekik az előadás. Az internetes kommunikáció elsősorban a fiatalok kommunikációja, és ez tele van rövidítéssel, illetve különböző egyéni szavaknak a használatával. Na most az utóbbiról azt el kell mondani, hogy ha egyéni a kifejezés, akkor ahhoz szövegkörnyezet kell, hogy megértsük, illetve nem feltétlen való egy hivatalos írásműbe. Tehát el kell választatnunk velük, hogy ez most egy magánkommunikáció, vagy pedig az érettségi dolgozat. A szó rövidítéseket illetően pedig szintén ez a helyzet, hogy nem feltétlen felel meg egy érettségi dolgozatban az, hogy VOK. Minden esetre ez az előadás, ami ma következik, azt mutatja be, hogy hogyan lehet áldásként használni az internetet, tehát milyen oldalak segítenek bennünket a helyes írásban és a helyes nyelvhasználatban, és ebben elsősorban a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapjára fogom fölhívni a figyelmet. Az előadáson elhangzott, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának van egy szómagyarító oldala is, ott több mint 10 000 magyarítás található. A pendrive-ra például több mint 100 magyarítás van, többek között zsebmeghajtó, dugacs és eszemtokja.